Sziasztok! A mai videó témája a Doctor Strange 3, és ha már itt témába fog kerülni, akkor megemlíteném, hogy mostanában lesznek újra feltöltve azok a Doctor Strange 3-as videók, nekik még aktualitásuk van, és az előző csatornára voltak feltöltve. A mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan is vezetheti fel a Dr. Strange 3 a bosszú állók titkos háborúkat. A napokban indultak be a pletykák, hogy a harmadik rész 2026. januárja és márciusa közt érkezhet. Először is nézzük meg a második rész végét, illetve a stáblista után jelenetét, ahol Clea Dormamú unokahuga szerep. Az, hogy van-e valamilyen hátsó szándéka arról majd jövő héten lényeg, amiért Klea felkereste a dokit, az a térfúzió. Az nem kérdés, hogy Dormamunak is van egy terve, de szerintem ehhez most nem sok köze van. Így őt ebből most kihagyom, de jövő éten róla is lesz majd egy videó újra feltöltve. Térfúzió. Mi is az? A filmben láthattunk egy jelenetet, ahol az adott világ térfúzió áldozata lett. Ilyenkor két multiverzum összeütközik egymással, és ezt az ilyen eltérő dolgok okozzák, tehát hogy az adott világban multiverzumban olyan dolog történik, aminek nem kéne történnie, az ilyen következő. Jár. Maga a film a harmadik szem kinyílásával zárult, így egyértelmű, hogy a folytatás már készülőben van. De a stáblista utáni jelenet már egy konkrét irányba megy a titkos háborúk felé. A titkos háborúkban a térfúzió kulcsfontosságú szerepet játszik, sőt, még a Battle World létrejöttében is nagy szerepe van. A filmekben is el tudom képzelni, hogy így lesz, hiszen szerintem a Keng Dinasztia vége az teljes káosz lesz, és el tudom képzelni, hogy Keng cselekedetei egy még soha nem látott mennyiségű térfúziót fognak előidézni, és létre fog jönni a battle world. Szóval magát a filmet 2026 januárjára plegykálják, azaz a Keng Dinasztia vezetheti fel, sőt, ha abból a plegykából indulunk ki, hogy a Keng Dinasztia főként a fiatal bosszúállókkal fog foglalkozni, akkor az is lehet, hogy a stáblistával párhuzamosan történik a keng dinasztia is, ami előidézte a térfúziót vagy térfúziókat. És akár a Doctor Strange 3 szólhatna arról, hogy a dokiék próbálják a Keng által okozott térfúziókat helyreállítani, mert lehet, hogy a DS3-mal párhuzamosan fog történni a Kang és lehet, hogy miközben Kang miatt jönnek létre sorba a térfúziók, a dokiék a film alatt ezt próbálják helyreállítani, ezért sem biztos, hogy a doki szerepelni fog a Keng dinasztiában. A filmnek meg lehet, hogy úgy lesz vége, hogy a sok térfúzió miatt létre fog jönni a Battle World, amiről már beszéltem korábban, de lehet, hogy bővebben is lesz majd róla szó. Röviden egy foltos bolygó, ahol a multiverzumok pusztulása során a valóságok túlélői közt egy óriási csata zajlott. Dr. Doom jött és rendet teremtett, Strange bíróként tevékenykedett itt Doom oldalán. Ez a filmekre nézve pont kapóra jöhet, lehet, hogy a Dokiék hozzák létre a Dr. Strange 3-ban a Battle world és ez nagyon sok áldozattal fog járni, ezért is dönt majd úgy, hogy Doom oldalán bíróként fog tevékenykedni, hogy a rendet fenntartsák. Hiszen tényleg lehet, hogy ezért a Battle world nagyon sokat kellett, hogy szenvedjenek, és csak ez volt az egyik út, hogy a multiverzumok túlélőit valahova elvigyék, és ne halljanak meg. Egyébként Tornak is van itt egy hat teste, szóval tényleg erről lehetne hosszabban beszélni, majd egyszer egy videót erre szentelek, amikor még aktuálisabb lesz. Ennek az egésznek úgy lett vége, hogy molekula ember átadta egyszer Readnek az erejét, aki megtalálta Doom hatalmának a forrását, és végül legyőzték. Szóval igen, nagyon szorosan kapcsolódik a Fantasztikus négyes a titkos háborúkhoz. Véletlen mondta azt, hogy a csapat oszlopos része lesz az mcu -nak. bár a napokban felmerült, egy plegyk, hogy lehet, hogy a Fantasztikus Négyes is ki fog maradni a Keng dinasztiából, de cserébe a titkos háborúkba óriási szerepük lesz. Ez nem meglepő, a képregényekben is így volt. Így talán meg tudjuk érteni, hogy mi ez a nagy titkolózás a Fantasztikus Négyes film körül. Nem is olyan régen jött egy olyan pletyka, nincs film megnevezve, de hogy lesz egy Kang és Dr. Strange harc, ami kulcsfontosságú lesz a jövőre nézve, ez nincs pontosan megnevezve, hogy melyik filmben, hogy a Dr. Strange 3-ban, akár a Kang dinasztiában, vagy lehet, hogy úgy a Dr. Strange 3-ban, hogy még a keng dinasztia előtt jön, ez pontosan most itt nincs megemlítve a pletykába, de ez a harc egy egy nagy háborút fog kirobbantani, és az egyik oldalt Kang, a másikat pedig Strange fogja majd képviselni. Amit fontos lesz, hogy keng szemszögéből fogjuk látni a dolgokat, mint hogyha egy hős lenne, aki meg akarja menteni a multiverzumokat, és úgy állítja be, hogy Strange jelenti ezt az óriási fenyegetést a multiverzumokra, és ő meg akarja menteni ezeket. És állítólag Sinister Strange is azért gyilkolta meg a variánsait, hogy elkerülje a térfúziókat, és egyik univerzum se jusson arra a sorsra, amire az övé jutott, tehát lehet, hogy legbelül ő is jót akart. Szóval lehetséges az is, hogy a térfúziókon felül Kang is veszélyt fog jelenteni a Doctor Strange 3-ra, és lehet, hogy a Doctor Strange 3 főgonosz az maga Doctor Strange lesz, és keng lesz ott egyfajta hős. Itt kulcsfontosságú az, hogy mikor is jön pontosan a Doctor Strange 3. Kang dinasztia előtt vagy után, ahogy jön, úgy lehet majd sejtésünk a dolgokról, ha előtte, akkor már simán lehet, hogy Kang főgonosz lesz itt, és ez fogja felvezetni a Kang dinasztiát. ha nem ez vezeti fel a Kang dinasztiát, akkor ez fogja a titkos háborúkat, és az is lehet, hogy annak az utóhatásaival fog foglalkozni, persze ez akkor lehetséges, hogyha majd a titkos háborúk után jön. Ez valószínűleg a komikonon ki fog derülni, ahol le fogják leplezni a filmet, vagy a D23-on. Addig viszont szerintem tök jó így találgatni. Kommentben mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről és hogy szerintetek miről fog szólni a film. Az biztos, hogy nagy jelentősége lesz. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!